Az Amerika egy, tényleg egy nagy lehetőség volt az Egyesület részéről számunkra, mert nagyon új módszerekkel találkozhattunk, és rengeteg mennyiségű munkát tudtunk ott befektetni a tavaszi felkészülésbe. Farkasdi Ramona is a három lány egyike volt, aki Kaliforniában készült 2 hónapon keresztül. Nem csak életre szóló élménnyel gazdagodott, hanem maximálisan el is végezte a szükséges munkát. Az ottani körülményekhez nagyon-nagyon könnyen tudtunk alkalmazkodni, hiszen delfinek és fókák között edzettünk gyönyörű szép környezetben. Kicsit hullámosabb volt a víz, ugye ez nyilván az óceáni környezetnek köszönhető, mert ez egy óceáni belsőből volt, viszont szerintem ez csak segített tényleg, mert itthon a síkvízen így még jobb technikával tudunk majd kajakozni a könnyebb vízfelületen. A versenyzők egy az óceánban rendezett maratoni versenyen is indultak. Kriszt ezt kikapcsolódásként szánta számunkra, viszont ez sokkal több volt annál tényleg, mert egy óceáni verseny 16 km a nyílt vízen, hatalmas hullámokkal, tehát számomra az először félelmetes volt, a második ilyen megpróbáltatást már azért tudtam élvezni. Ramona azt mondja, a 2016 mindenképpen egy izgalmas év lesz. 22 éves vagyok, tényleg egyre közelebb vagyok ahhoz a korhoz, amikor lehet egy nagyot dobbantani és oda kerülni. Most nagyon jól érzem magam a bőrömben, valószínű, hogy ez az amerikai életérzés egy kicsit feltöltött.